A velencei Kornevalik lette meg Volent Katit képei elkészítésére, melyeket azért választott ki a kiállítás egy részének anyagához, mert úgy gondolta, hogy ezek az alkotások jól illenek a tavaszi hangulathoz, talán egy kis vidámságot is tudnak csempészni az emberek szívébe. Vincéné Tátrai Máriával gyermekkori barátságot ápolnak, úgy gondolták, eljött az ideje egy közös tárlat megvalósításának itt a Gyulai Kórház Pándi galériájában. Volent Kati képeiben a maszk több jelentéssel is bír. Főleg a maszk foglalkoztat engem, hogy az emberek egy állarc mögé bújnak, és ez egy picikét azért több értelmű dolog is, és hát ez foglalkoztatott meg maga a nő, mert mind női portrékat csináltam. A tárlatot Veres István fotográfus nyitotta meg, aki a képek különbözőségére hívta fel a figyelmet, ami egy érdekes kontrasztot is adott a kiállításnak. Vincéné Tátrai Mária sok nehézségen ment keresztül élete során, de mint mondta, a festészet neki nagyon sokat jelent lelki békéjének megtalálásában. Családi körülményei miatt, kislányom betegsége miatt nem tudtam hozzáfogni időben, és ez már egy késői alkotások, de mindig is szerettünk rajzolni együtt a Katival, mert gyermekkori barátnők voltunk, és vagyunk is, a mai napig is, és tartjuk a kapcsolatot, és hát ennek révén, de hát olyan 4 éve kezdtem el konkrétan evel foglalkozni, abszolút ezzel a témákkal, meg mindenféle egyéb olyannal, ami megragad a világból. Bár Volent Kati inkább grafikusnak tartja magát, szeretett volna erről az oldaláról is bemutatkozni. Az alkotó hangsúlyozta, a művész dolga őszintén rácsodálkozni a világra, és ezt hitelesen közvetíteni a közönség felé. A karneváli képek is egy sorozat részei. Több ilyen sorozatom van, amit mondtam is nektek, hogy van az erdélyi grafikai sorozat, van az indiai, és ez a karnevál is egy ilyen sorozat, hogy mindig pótolom egy-egy ötlet alapján. A tárlat május 16-áig tekinthető meg a Pándi galériában.